A Bocskai Rádió 40 éves születésnapjának jubileumi ünnepségének díszvendége Aradvári László közösségi diplomata volt a chicagói főkonzulátusról. Szervusz Lackó, hogyha tegezhetlek így. Köszönjük szépen, hogy eljöttél erre a mi ünnepségünkre, születésnapunkra, és nagyban hozzájárultál ennek az ünnepnek a szépségéhez, az értékéhez. Egy díjat hoztál, és adtad át a Bocskai Rádió egyik munkatársának. Kérlek szépen, röviden foglald össze, hogy kinek hoztad. Köszönöm szépen én is a meghívást először is, és gratulálok a 40 éves Bocskai Rádióhoz. Fantasztikus munkát végeztetek ez alatt az időszak alatt, és még 40 év sikert kívánok minimum. Egy magyar arany érdemkereszttel jöttem ide a mai napon, amit Tóth Péter László volt, lelkész úr kapott meg, aki ugye a Bocskai Rádiónak az egyik szerkesztője is, és az elmúlt 3 évtizedben végzett magyarságért, végzett tevékenységért kapta ezt meg, úgyhogy úgy gondolom, hogy méltó helyre került ez a kitüntetés. Nagyon szépen köszönjük az ő nevébe is. Amikor fent voltál a mikrofonnál, említetted, hogy nem csak diplomata a képviseletében vagy itt, hanem mint néptáncos is, mert nagyon sokat néptáncoltál. Hogy értékeled a mai napot? Hát úgy gondolom, hogy Cleveland egy csodálatos műsorral gazdagodott, nem csak a clevelandi magyarság, hanem ugye itt amerikai közönség is volt, és ők is egy betekintést kaphattak a magyar kultúra gazdagságából, hiszen a magyar néptánc, a magyar népzene, a magyar népdalok, amik itt a színpadra kerültek az Angyalföldi Vadrózsának köszönhetően, az egy olyan értéket mutatott be, ami mindannyiunkat büszkeséggel töltött el itt a mai napon. Az Angyalföldi Vadrózsákat, jó párukat ismerem, Fundák Kristóf egy fantasztikus csapatot vezet, fantasztikus csapatot irányít. Egyébként ugye a fiatal koreográfus generáció egyik kiemelkedő képviselője, és tényleg egy csodálatosan jól szerkesztett összeállítást hozott ide mai nap az együttes. Az előadás, a darab az 1956-os eseményekre volt ráhúzva. Te hogy láttad, mennyire érvényesült ez? Az előadás, én szakmailag úgy láttam, hogy egy kettős úton haladt. Ugye kaptunk egy ízelítőt az 1956-os forradalom történéseiből, mindezt néptánc szemszögéből bemutatva, és emellett pedig ugye az autentikus néptánc is a színpadra került, különböző produkciókkal, nagyon szépen végigtáncolták a Kárpát-medencei magyarságnak a táncait, Erdélytől a Tiszántúl Csongrád volt, ugye Szatmár Tyukod megjelent a színpadon, emellett Mezőség, Kalotaszeg, Elek is a repertoár része volt, és a végén ugye pedig megérkeztünk Székelyföldre, úgyhogy tényleg egy nagyon jól szerkesztett műsor volt, és ami még külön örömmel töltött el engem, az volt egy nagyon szép lánytánc. Ugye a lánytáncok azok mindig egy kicsit így háttérbe szoktak szorulni a virtuóz férfi táncok mellett, ez viszont egy csodálatosan felépített tánc volt. A műsor végén egy szakemberrel beszéltem, és ő is ezt emelte ki. Tényleg gyönyörűen három szólamba énekeltek a lányok, elképesztő volt átélni. Vadrózsa előtt fellépett a helyi cserkészregős csoport is, mint helyi közösségi diplomata. Hogy látod, a helyi közösségek mennyire őrzik a néptáncot most? Ez egy egyszerű kérdés, őket már sokszor láttam táncolni, mióta itt dolgozom, és nagyon ügyesek. Ami különösen tetszik az ő munkásságukban, az ugye a cserkészeten belül dolgoznak, és a cserkészeten belül képviselik nagyon szép színvonalon a magyar népi kultúrát, amit én sok erőt kívánok Tihanyi Laci vezetésével, hogy ezt folytassák, és legyenek egy élenjáró példa, hogy igenis a cserkészeten belül ilyen fantasztikusan lehet táncolni, tényleg le a kalappal előttük, és még egy dolog, hogy a Clevelandben milyen erős a néptánc mozgalom, hogy az Angyalföldi Vadrózsák műsorában ugye a Pignicki kevét láthattuk, mégpedig nagyon komoly szerepeket osztottak rá, és ugye
Ő egy aranysarkantyús táncos, ami egy nagyon magas színvonal most már a néptánc világában, és ezt megszerezte, ezt a kitüntetést, és ez nagyon jó érzés volt átélni, hogy Keve hazatért ide Clevelandbe, ahonnét ugye elindult, ő volt ugye a mai este hometown hírója, és hát őrjöngött érte a közönség, nem véletlenül fantasztikus produkciót mutatott be a színpadon, ami talán egy jó példa volt a helyiek számára, és hogy igenis kemény munkával, sok gyakorlással milyen magas szintre el lehet jutni. A színházban a John Carroll Egyetem telekommunikációs karának vezetője mellett ültél, láttam, hogy közben magyarázod a láttatokat. Milyen reakciója volt, mit tudsz elmondani, hogy az amerikaiaknak mennyire tetszett ez? Hát az, hogy az amerikaiak mennyi tetszett, azt nagyon egyszerűen le tudjuk mérni. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy a legjobb mérce az a közönség reakciója. Hát itt vastapsok voltak az előadás során, és vagy háromszor álltunk föl a műsor végén, tehát mindig a legjobb mérce a közönség. Mellettem ülő amerikai úriember is végig vörösre tapsolta a kezét. Igen, nyilván segítettem neki, hogy milyen tájegység táncait láthatja éppen, és teljesen el volt képedve, hogy micsoda virtuóz előadása van a magyar néptáncnak. És zárásképpen, mint közösségi diplomata, ha lenne egy üzeneted a clevelandi magyaroknak, vagy egyáltalán a Bocskai Rádió hallgatóinak, most volt 1956, vagy bármivel kapcsolatosan, ha lenne egy üzeneted, nem sokára ennek az ünnepek is. Így van, hát ha most ugye majd jön Thanksgiving, ami egy itteni amerikai magas szintű ünnep, áldást kívánok nekik, jó egészséget, közeleg a karácsony, adventi időszak, békességet kívánok ugye minden családba, és nagyon örülök, hogy itt lettem, nagyon szépen köszönöm a meghívást a Bocskai Rádiónak, és a Bocskai hallgatóinak pedig a következő 40 évre pedig még sok-sok ilyen műsort kívánok, és gratulálok Molnár Zsolt főszerkesztőnek is az eddigi tevékenységhez, és ahogy a színpadon is mondtam, egy fantasztikus csapat élén állsz, fantasztikus csapatot vezet, úgyhogy minden elismerésünk azért a tevékenységére, amit hétről hétre végeztek, és köszönjük szépen. Én köszönöm.
A következőben Hajdú Német Ildikóval és Fundák Kristóffal, a Vadrózsa táncegyüttes vezetőjével fogok beszélgetni. Kedves Ildikó és Kristóf, nagyon hálásan köszönöm, hogy eljöttetek ide Clevelandbe, és együtt ünnepelhettük a Bocskai Rádió 40 éves születésnapját. Hát ilyen születésnapot mindenki csak vágyik, hogy legyen az ő műsorukba, az életükbe, és tényleg a Clevelandnak színe java itt volt, és ez egy nagyon-nagyon fantasztikus esemény volt. Kérlek szépen, először te, Kristóf, foglald össze a rádió hallgatóinak, a táncegyüttesednek az embereit, kikkel vagy itt, hányan vagytok, hány emberrel tudtátok ezt a fantasztikus műsort előállítani? Igen, tehát nem is a létszám volt szerintem a mai nap a leg, úgymond, szembetűnőbb, hanem az érzés, és hát a fiatalság szavait hagy használjam, az a vibe, ami itt fogadott minket, a közönség és a táncosok így összeolvadtak, mintha nem is lettek volna a színpadon. Azt hiszem, ezt kéne a mai napon kiemelni, hogy ez a közönség, ez a clevelandi magyar közösség, azt gondolom, hogy tehát még most is ráz a hideg bizonyos pillanatokban, amiket én föntről ugye a világosító pult mellől éreztem, de a táncosok is itt most a pakolás közben abszolút ezt emelték ki, hogy az egyik, idézném Fodor Mátyás táncosomat, hogy nagyon kemény C-vitamin volt a közösség. Úgyhogy szerintem én ezt emelném ki, de hát igen, ahogy a köszöntőben is elhangzott, hogy ez a valaha volt talán a legnagyobb táncos delegáció, aki eljutott az Amerikai Egyesült Államok keleti partjára. Nem feltétlenül erre vagyunk a legbüszkébbek, de hát ez is egy fantasztikus teljesítmény, hogy bárki, aki el akart jönni a mi együttesünkből, az el tudott jönni. Szóval nem kellett senkinek azt mondjuk, hogy a létszám miatt most itt maradsz, nem tudunk elvenni téged. Mindenki akart, el tudott jönni, és hát majdnem mindenki el is jött. Ildikó, édesapád nyomdokába léptél, te is turnét szerveztél most Amerikába, őt is mi fogadtuk itt, és tényleg egyik verje a másikat, annyira szuper volt ez. Mi a te érzésed most ez a fantasztikus koncert után? Én ugyanazt mondanám, amit mondtam a színpadon a végén, hogy ez egy Pandorának a doboza, és én annyira büszke vagyok, hogy minthogyha én ezt ott megtaláltam volna az ottani 12 évünkben a Lili és Kristóf meghívására, ugye, hogy hát akkor próbáljuk meg a gyerekeket itt a együttesbe, akkor még nagyon kicsik voltak, és most 10 évvel később vissza tudom adni ezt a hálát nekik, hogy meghívtak egy ilyen közösségben, és ugyanakkor az a 10 év alatt itt én gyűjtögetem ebben a Pandora dobozban ezt a sok élményt, és ezt a sok fantasztikusságot, és sokszor a műsorokon ott vagyok, hogy jaj, de jó lenne ezt megmutatni az otthoniaknak, mármint az én otthoniai, az amerikai magyaroknak. És ez a turné, ez megadta ezt a lehetőséget nekem, hogy az amerikai magyarokat inspiráljam, hogy van miért járni táncpróbára, van miért vinni hegedűórára, van miért magyar iskolába vinni, cserkészetre, stb. Tehát, hogy ez nekem ez így érzelmileg ez így működött. Ez az utóbbi egy év is, amióta készülünk, és én most engem is kiráz a hideg, hogy beszélek róla, mert a fantasztikus volt ez a mai műsor. Egy ajándékot adtak vissza nekünk a közösség, hogy ennyire meghálálták, és hogy ezeket a bizonyos pillanatokat, amiket szerintem a Kristóf, Lili és a koreográfusok úgy összeálltak, hogy hát ha észreveszik, ez a közönség szerintem mindegyik ilyen pillanatot észrevett. Kristóf, te vagy a művészeti vezetője, és ezt a fantasztikus fellépést is állítottad össze. 1956 volt az egyik szál, amit keresztül mentetek, utána a tájegységeket mutattátok be a másik oldalon. A rádió hallgatóknak ők nem igazán látják, meg látni sem nagyon fogja senki se látni ezt, mert még többször elő fogjátok adni. Kérek szépen, hogy foglald össze, hogy mi volt a mai napnak a vonala. Hát, hogy igazából el is mondtad, ugye, ugye az 56-os megemlékezés kapcsán készítettünk egy olyan gerincoszlopot a műsornak, ami mindig ide kapcsolódott be,
és a végén az utolsó előtti számban úgymond manifestálódott ez, ez az energia, amit próbáltunk végigvinni, ez a kis feszültség. Illetve hát ugye azt a típusú repertoárt, ami az együttesnek egy nagyon széles repertoárja, a Kárpát-medencéből hoztunk ma ide. Tényleg az egész Dunántúl, Tiszántúl, az erdélyi vidéktáncai megjelentek a műsorban, hogy példákat hozzak, Tyukodi volt benne, felső-tiszavidéki pásztorbotoló, délalföldi, fekete laki táncok voltak benne. A végén egy nagyon nagy sóvidéki blokkal zártuk. Úgyhogy remélem, hogy teljes értékű volt ez a műsor, és mindenki elégedett el tiszta szívvel, és megpihenve ül a kanapéba, megírva akár egy pohár bort, vagy egy teát is végig gondolja ezt a műsort. Hát nagyon sok visszajelzést kaptam én, hogy az emberek mentek kifele, gratuláltak nekem is, hogy ezt elhoztam ide, ezt a turné Clevelandbe is megjelenhetett. Még egy kicsit kérdezek az előadásról, a díszletről. A díszletben úgy választottad, hogy kabátok voltak felakasztva. Erről beszél keveset. Hát ez is az 56-os témához vonatkozik, tehát egy kicsit inspirálottunk a régi videókból, képekből, és igazából ez is egy olyan hatást akartunk elérni, hogy minden az 56-os úgymond keretbe történik. Tehát adtunk egy felső keretet ezzel a belógatott kabátokkal, ezzel is oda kapcsoltuk a műsort, ahova szerintem való, meg ahova szántuk. Ennyi volt, én nem gondolom azt, hogy én nekem ennél többet kéne mondani. Nagyon sok felé lehet asszociálni. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy én nem mondom el pontosan. Adok irányvonalakat, és azt hiszem, talán a konferenzban adtam irányvonalakat a nézőknek, és innentől kezdve mindenki megtalálja a saját igazságát, a saját élményét és a saját valóságát ebbe a műsorba és a látott képekbe. Ildikó, ne legyünk önzőek, ne csak Clevelandről beszéljünk, ez egy ötállomásos turné, volt már kettő és még lesz kettő, most pont a közepén vagyunk, erről beszélj. Igen, ez a 10. nap volt, 19 napos a turnénk, ugye voltunk, New Yorkba indult, Washington DC-be, ott mind a két program nagyon fontos volt, mert ott a főtámogatókat ott nagyon megerősítettük, aláhúztuk, ugye a magyar államnak több kabinetje, vagy így mondjam, és ugyanúgy a New York List Institute-nak is nagyon nagy támogatónk, tehát ott az első kettő program az volt, és az őket, nekik nagyon fontos volt az ő szerepük. Édesapám volt a New York-i műsornak a szervezője, tehát ott az első etapban tudtunk együtt dolgozni, ami nagyon klassz volt. Akkor a második megállónál a Tisza együttesnél dolgoztunk együtt, és a Hungarian, a Folklife Association-nel dolgoztunk együtt, tehát ugye a szervezetek, akik küzdenek és dolgoznak helyileg. Akkor itt Clevelandba, és akkor megyünk tovább, holnap egy kis Niagara lesz, megyünk tovább Bostonba, ott az ottani magyar közösség fog minket szervezi a műsort, és akkor hát az én falumban, New Brunswickban megyünk, és akkor ott töltjük az utolsó 4 napot, beleesik egy Halloween buli, ott egy multikulturális programba fogunk részt venni, tehát más kultúrákat is fogunk látni, akik kis közösségben dolgoznak New Jersey-ben, tehát nagyon izgalmas lesz, és ott a csürlöngölő fog minket vendégül látni, meg a klub. Tehát így, és akkor bezárjuk, megyünk vissza november 3-án, tehát így van ez a 19 nap. Remélem, hogy ti is nagyon sok élménnyel mentek haza, ugyanúgy, mint hogy mi is igazdagodtunk itt. A fellépés előtt felléptek a clevelandi regősök. Hogy látod, Kristóf, a diaszpórában élő magyarságnak a vonzódását a néptánchoz, a népművészethez? Most nem csak a clevelandiakra, hanem úgy általában. Te nagyon sokat jártál a Csipke táborba, biztos van egy jó véleményed. Mindenképpen, de én úgy szoktam ezt megfogalmazni, vagy hát úgy próbálom otthon is megfogalmazni, hogy sokkal nagyobb igényük van számos esetben a minőségi folklorra, a diaszpóra magyarságának, akár itt ugye az Amerikai Egyesült Államokban, vagy Kanadában, mint néha otthon. Tehát elképesztően képbe vannak, hogy kik az oktatók, milyen háttéranyagból kell felkészülni, nagyon kíváncsiak, nagyon, nagyon odafigyelnek azokra az instrukciókra, azokra a finom apróságokra. Most itt például nagyon megdicsérném és kiemelném a regősöknél, hogy elképesztően gyönyörűen voltak felöltöztetve. Tehát mintha egy otthoni, magas minőségű, kiemelt együttes láttunk volna.
öltöztetéssel kapcsolatban, szóval ezt szeretném innen is megdicsérni őket, természetesen táncot is és a koreográfiát is, ez nekem nagyon tetszett, úgyhogy én azt gondolom, hogy az itteni magyarságban a tánc, az ének, a zene, ahogy az előbb az Ildi is mondta, egy nagyon jó összetartó erő. És emellett persze van az egyházi közösség és a cserkészet is, és tudom, hogy itt hogy nagyon-nagyon erős, de azt gondolom, hogy a tánc olyan sokrétű, és olyan sok mindent fejleszt, úgymond, mint emberileg és testileg és lelkileg is, hogy ezt csak mindenkinek ajánlani tudom, ettől biztosan többek leszünk. Ildikó, zárszóként először is köszönöm, hogy te is interjút adtál az elmúlt hetekben, másokat is beszerveztél, ezzel is tudtuk reklámozni ezt a fellépést, és tényleg nagyon jó sikerült, nagyon sokan jöttek el. Zárszóként mi az üzeneted a clevelandi magyaroknak, a diaszporai magyaroknak egy turné közepén, végén? Ha tudod, hogy honnan jöttél, akkor tudod, hogy hova mész. És körülbelül ennyi az üzenetem. És ez összefoglalja ezt az interjút is, és szerintem a közös célunkat, hogy amit mi a gyerekeinknek, meg amit mi kaptunk a mi szüleinktől, a mi örökségünket adjuk tovább, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és ez nem csak itt fontos, hanem minden téren ez lehet más műfaj is, de hogy azt adjad tovább, amit kaptál, és ez, ahogy mondtam, ez a Pandora doboz, ez van ebbe benne. Tehát, hogy én nekem ez az üzenetem, és ezt érzem minden nap, hogy ezek a fiataloknak fontos, hogy ezt folytassák, és hogy mint fiatalok, tehát ez nem egy öreg dolog, hogy most megyünk néptáncolni, hanem ők ezt így fiatalosan is fontosnak tartják, és valószínűleg ők is tovább fogják adni. És ezt látjuk a magyar a táncmozgalom a világszerte. Köszönöm szépen, további jót kívánok, sok sikert a következő fellépésen, és várunk vissza!